indít, amelyek több éves kifutásúak. Mi az, ami megindokolja ezen a területen a program alapú költségvetés bevezetését? Hát az, hogyha megnézik képviselőtársaim egy mondjuk hadipari platformnak az élettorát, akkor meglehetősen hosszú időről, 30-35 évről beszélünk, jellemzően egy-egy ilyen fegyverzet korszerűsítési vagy elektronikai cserére 10-15 év után sor kerül. Ezek mindenképpen olyan hosszú távú kiadásokat jelentenek, amelyeket nem egy-egy tárgy évben kell vizsgálni, hanem hosszú távú költségvetési tervezés során kell véglegesíteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az jelentene a magyar honvédelmi kiadásokban is egy állandóságot, ha ezek aztán később ciklusokon keresztül végigmennének. Ugye a Gripen vadászgépek példája megmutatja azt, hogy az egyik kormány bevásárol a Gripenből, a másik egy kicsit még ráfejleszt, és gyakorlatilag megduplázza az árat, hát most itt ugye a szocialistákról beszélek, de egész évben azt kell, hogy mondjuk, hogy azért, mert elfogyott a pénz, azért, mert nem tudjuk kiaknázni a vadászgépek költséghatékonyságában rejlő előnyöket, hiszen hogyha itt meglennének a repült órák, akkor ez egy valóban eredményes és jó vásárlás lenne, mint ahogy egyébként az eredeti kormánydöntés alapján ez gyakorlatilag egy kiváló választásnak bizonyult volna, de mivel kevés a pénz a repülésre, nem mennek épp elég repült órát a gépek, éppen ezért aztán egy magas álló órákkal számolhatunk, és meglehetősen magas ilyen módon a gép működtetése. Gyakorlatilag ilyen körülmények között, hogyha elfogy a pénz, azt kell, hogy mondjam, jobban jártuk volna akár még a MiG-29-esek korszerűsítésével is. Ennek is szintén üzemórák költségek alapján utána számoltunk. Lehetünk szkeptikusak, elmondhatjuk azt, hogy mi mivel kompatibilis, meg hogy mennyire nem tudjuk a NATO-n belül ezeket az elektronikai rendszereket, fegyverzetcsineket felhasználni, de azért nagyjából látni lehet a főbb mutatószámokat. Én tehát éppen azért, mert a haditechnikai platformok több évtizedesek, ezért is javaslom azt, hogy térjen át a kormány a programalapú költségvetési tervezésre. Én azt gondolom, hogy ha ez megtörténne, illetve a Honvédelmi Minisztérium kebelén belül egy ilyen filozófia irányába történő elmozdulás megtörténne, akkor a hosszú távú kiszámítható működés feltételei valószínűleg javulnának. Magából egyébként abból, amikor be lett nyújtva az éves költségvetés tervezete, akkor azt láthattuk, hogy mindenki számára meglepő módon én még Nyikos képviselő társammal, aki az állami számvevőszék alelnöke volt, 12 éven keresztül beszéltem is arról, hogy meglepő módon a Honvédelmi Minisztérium nyújtotta be a legkorrektebb szakmunkát költségvetés formájába, annyira részletesen és szakmai tartalommal megtöltve egyik minisztérium sem tudott róla beszámolni. Nem a Honvédelmi Minisztériumra fogadtam volna őszintén szólva, engem is meglepett a dolog. Különösen fontosnak tartom a honvédelmi miniszter feladatai között azt, hogy amikor a haditechnikai eszközök és anyagok kutatásáról rendelkezik, nyilván nem ez a legfontosabb feladata, de fontosnak tartom a nemzetgazdaság működésének szempontjából azt, hogy a magyar hadiipari potenciált, amely sajnos egyre inkább gyengül és egyre vékonyabb lesz, ennek a felmérésével valósuljanak meg lehetőség szerint a haderő fejlesztési munkái. Én azt is látom, hogy természetes a jelenlegi rendelési mennyiség mellett ez egy meglehetősen nehéz feladat, de azt gondolom, hogy erre hosszú távon törekedni kell. Szintén fontosnak tartom a már korábban a közvélemény érdeklődésének homlokterében levő esetek nyomán azt, hogy a légiforgalmi szolgálatok és illetékes katonai szervezetek közötti együttműködés szabályait milyen módon alakítsák ki. Akkor, amikor az izraeli repülőgépekre gondolunk, most ezt nem is részletezném képviselőtársaim, akkor látható az, hogyha a haderő vezetésében katyvasz van, hogyha a korrupció, a fegyelem megbomlása odáig vezet, hogy azt sem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, akkor ilyen anomáliák lehetnek, amely egyébként az egész magyar társadalom jogos felháborodását kivívta. A szerződéses katonák kérdésében elindult már egy munka. Én azt egyébként most nem is kérem számon a jelenleg előttünk levő törvénytervezete, hiszen nem ennek a dolga, hanem a későbbiekben kialakítandó jogszabályoké. Elindult egy munka, amely én azt gondolom, hogy jó irányba mutat, és jó irányba haladnak az ezzel kapcsolatos szakpolitikai törekvések is. Bevezettek különböző
minőségű tartalékos szolgálati rendszereket. Ezeknek a rendszerbe állítása során én magam is, amikor megtörtént az ötpárti egyeztetés a Honvédelmi Minisztérium, azt gondolom, hogy hasznos tanácsokkal tudtam szolgálni, elsősorban a munkáltatókat érintő kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatban. Én itt ugye az amerikai példát hoztam föl, hogy lehetőség szerint az adózással keresztül gyakoroljon elsősorban kompenzációt a kormány a munkáltatók felé azért, hogy megérje tartalékos katonákat foglalkoztatni. Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó irány. A legutolsó, amit el szeretnék mondani, az az, hogy a polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatban a Jobbik véleménye az, hogy a polgári védelmet ismét vissza kell venni teljes egészében a Honvédelmi Minisztérium kebelén belül. Én nem értettem egyet azzal, amikor a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásra került a belügyminisztérium felhatósága mellett. Van is ebben egyébként a belügyminisztériummal szakpolitikai vitánk. Én beszéltem résztvevőkkel, konzultáltam parancsnokokkal a végrehajtó állománnyal egyaránt. Ez egy rosszul sikerült házasság volt, nem működik jól, és gyakorlatilag az összevonásnak effektíve semmi értelme nincs, mert elkülönült testként működik tovább a két szervezet. Én tehát ilyen módon ennek sok értelmét, eredményét nem látnám. Még egy apró dolog, amikor a közfoglalkoztatás irányával kapcsolatban a minisztérium kritikát kap, illetve itt az előterjesztés kapcsán szocialista képviselőtársak meglehetősen kritikus észrevételeket fogalmaztak meg. Hát azért képviselőtársaim, valamit azért jegyezzünk meg. A honvédségnél a katonai vezetők, a parancsnokok megtanultak irányítani. Hát itt épp erre van szükség. Hát most ha kiterelem mondjuk a munkanélküli tanárt a közmunkások közé, hát igencsak bajban lesz azzal, hogy hogyan szerezzen magának tekintélyt, hogyan koordinálja a munkájukat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor vannak az országnak olyan tájegységei, ahol bizony ez komoly problémát okozna már akár a közmunkás állomány összetétele miatt. Nem akarok különböző rémvíziókat fölfesteni az ablakra, de én határozottan támogatom az ilyen jellegű szerepvállalást, és azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségnek ugyanúgy egyébként, mint ahogy tette hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, a nemzetgazdaság építésében ugyanúgy szerepet kell vállalnia. Megjegyzem egyébként, hogy a műszaki alakulatok kapcsán láthattuk azt, hogy ennek igen komoly honvédelmi haszna is lehet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, miniszter úrat. Következő felszólaló Dagosz Dávid képviselő, az LMP képviselőcsoport vezérszónoka. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Engedje meg, miniszter úr, hogy először dicséret hangján szóljak. Az anyagnak a nagy részével egyet tudunk érteni, és az anyagnak a nagy része az megfelelő módon magas szakmai színvonalon más minisztériumokhoz sajnos nem jellemző módon lett előkészítve és lett beterjesztve. Ezért ezt köszönjük szépen, illetve ehhez gratulálni tudunk. Viszont van néhány olyan problémánk, ami a összkép szempontjából rontja számunkra ezt az összképet, és aminek következtében sajnos a végén nem fogjuk tudni támogatni ezt a javaslatot, és a zárószavazásnál nemmel fogunk szavazni. Az első és legfontosabb az, amire már miniszter úr utalt is, a polgári szolgálat, illetve annak eltörlése. Ez számunkra nem elfogadható, és úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően hozzátartozik egy modern európai demokráciához, ennek a lehetőségnek a további fenntartása. Erre vonatkozóan, ahogy említette miniszter úr is, módosító javaslatot nyújtottunk be. Hát ha ezt az alaptörvény nem teszi lehetővé, akkor finoman fogalmazok úgy, hogy az alaptörvénynek mi nem vagyunk a legnagyobb rajongói, és további hibákat is látunk benne. Azt még szeretném itt elmondani, főleg a jegyzőkönyv számára, hogy téves sajtóhírek jelentek meg, ugye, hogy a sorkatonasság visszaállításában szó lenne ebbe a javaslatban. Látjuk, hogy erről nincsen szó, ennek nagyon örülünk, és csak a jegyzőkönyv számára elmondom, hogy a lehet más a politika sem most, sem a jövőben nem fogja támogatni a békeidőben való hadkötelezettség visszaállítását. Új feladatként jelent meg a
katonai és a magyar múlt katonai hőseinek síremlékeinek ápolása, ezt üdvözöljük, ez kifejezetten egy olyan feladat, aminek a honvédség eleget tud látni, és egy megfelelő feladat a magyar honvédség számára, és ez kifejezetten egy olyan feladat, amely nagyon fontos, és amelyre nagyobb figyelmet kell fordítani, illetve minél nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben. Új feladatként jelent meg a közmunkra programban való részvétel, amelynek a konkrét megvalósulását ugye ez a törvény nem tartalmazza. Itt esetleg a záró mondataiban kíváncsiak lennénk, hogy milyen elképzelések vannak erre. Jelenlegi formájában, amit látunk, illetve ahogy ez a koncepcióban, illetve az anyagban szerepel, ezt nem tudjuk támogatni. Utaltan ugye Afganisztánban. Afganisztánban ugye a PRT-k látnak el ilyen feladatot, aminek kifejezetten az a létjogosultsága, hogy ott egyszerre kell újjáépítési feladatokat és katonai feladatokat ellátni, hiszen ott kint háború van. Magyarországon, hál' Istennek, ha jól tudom, egyelőre csak az adósságok ellen, illetve a költségvetési hiány ellen indítottunk háborút. Én nagyon remélem, hogy másfajta háborúra nem számítunk, éppen ezért a lehetmási politika ezt a megoldást nem tudja támogatni. Mi éppen a héten hoztuk nyilvánosságra azt a közmunkaprogram javaslatunkat, amely egy megfelelő, az emberek tízezreit a munkavilágába visszaterelni tudó javaslatot fogalmaz meg, amely egy valódi használható közmunkaprogram fogalmaz meg, hiszen egyetértünk abban, hogy a munkahelyek számát, illetve a munkában résztvevők számát növelni kell. Összefoglalva, a törvényjavaslat nagy többségével egyetértünk, viszont ez a két kiemelkedő változás, tehát a polgári szolgálat eltörlése, illetve a közmunkaprogramokban való honvédelmi részvétel szerintünk olyan lehetőségeket nyit meg, illetve olyan változásokat hoz be, amelyek hosszú távon nem szolgálják hozzánk érdekeit, így a zárószavazásnál, amennyiben az erre vonatkozó módosító indítványainkat nem fogadják el, nem fogjuk tudni támogatni a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Két perces hozzászólás következik, megadom a szót Vadai Ágnes, MSZP-s képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, nem nagyon szoktam jobbikos képviselők mondandójára reagálni, de most mégis kénytelen vagyok. Én nem tudom megítélni azt, hogy Volner képviselő milyen rendőr volt, de hogy abszolút nem ismeri a Magyar Honvédséget, és a Magyar Honvédség eddigi, akár elmúlt 8 év, akár elmúlt 20 éves tevékenységét, az egészen biztos. Amikor képviselő úr azt mondja, hogy a Magyar Honvédségből egy romhalmaz maradt az elmúlt 8 éves kormányzás ideje alatt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt ül a teremben egy nyugállományú vezérezredes, aki jelenleg közigazgatási államtitkár, aki vezérkari főnök volt abban a 8 évben. És neki nincs lehetősége, hogy szóljon, úgyhogy én kérem ki az ő és a többi katona nevében is, hogy ön azt mondja, hogy az elmúlt 8 évben itt nyilvánvalóan közös pusztítás folyt. Én azt gondolom, hogy reálisan kell megítélni az elmúlt 8 év tevékenységét. Az elmúlt 8 évben, ahogy a Juhász képviselő elmondta, valóban történtek hibák, hiszen csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de a Magyar Honvédség társadalmi elismertsége a kutatások szerint a tűzoltókat követően, és itt ezt a Honvédelmi Minisztérium jelenlegi munkatárs is meg tudják erősíteni, a második legmagasabb volt a magyar társadalomban. A haditechnikai beszerzésekkel kapcsolatosan pedig azt gondolom, hogy félinformációk birtokában nem szabad olyan mondatokat mondani, amilyen mondatokat ön onnan fentről elmondott, a Gripen beszerzéssel kapcsolatosan, van éppen a MiG-29-esek kompatibilitásával kapcsolatosan. Higgy el, hogyha van valaki ebben az országgyűlésben, aki végigolvasta valamennyi ehhez kapcsolódó, és egyébként a minisztériumokban fellelhető iratot, az én vagyok. Azt persze elmondom önnek, amit sokszor elmondtam, hogy nem minden irat volt fellelhető, például a Gripen beszerzés tekintetében. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédséget, a Magyar Honvédség tevékenységét a maga idejében, helyén kell megítélni. Én úgy gondolom, hogy a hibák ellenére minden kormány hozzájárult a hadsereg fejlesztéséhez. Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. 15 perces időkeretben elsőként jelentkezett Vadai Ágnes, MSZP-s képviselőasszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát ez is mutatja, hogy azért vagyunk még egy páran, akik elkötelezettek vagyunk a Magyar Honvédség ügy iránt. És ezzel szeretném kezdeni, hogy én úgy gondolom,
hogy ez egy nagyon fontos ügy, ahogy itt többször miniszter úr is többen is elmondták, ez egy nemzeti ügy. Éppen ezért, hogyha a magyar honvédségről beszélünk, a honvédelem ügyéről, mint nemzeti ügyről, akkor talán nem kis csoportos foglalkozás keretében kellene ezt megvitatnunk. Ez az egyik megjegyzés, a másik pedig, hogy nem ebben az órában. Ez az ügy annál fontosabb, mint hogy egyébként egymásnak beszéljünk. Szóval azt gondolom, hogy megérte volna a televízió képernyőjét is az a vita, amit egyébként erről a rendkívül fontos törvényre fogunk folytatni. Több képviselőtársam említette, hogy bizony nem volt ebben az ügyben egyeztetés, és a Jobbik vezérszónak azt mondta, hogy hát semmi meglepetés nincsen a honvédelmi törvényben, mert azt kapta, amit ő várt. Én azt gondolom, hogy az egyeztetésnek az a lényege, hogy mindenki úgy érzi, hogy egyáltalán be van ebbe a munkába vonva. Afelől itt egy pillanatnyi kétségem sincsen, ismerve az önök kormánypárti képviselők eddigi gyakorlatát itt a Magyarországgyűlésben, hogy a módosító javaslataink elfogadása nem fognak kerülni. Ebben majdnem biztos vagyok, cáfoljanak meg. Abban is biztos vagyok, hogy ezt a törvényt ebben a formájában meg fogják szavazni. Ennek ellenére itt vagyunk, és beszélünk sokan a honvédelmi törvényről, ha másért nem a saját szakmai tisztességünk miatt, meg azért a sok-sok évért, amit a hadsereg mellett, akár a Honvédelmi Bizottságban, akár a Honvédelmi Minisztériumban, akár más-más módon eltöltöttünk, és hogy egyszer majd ezek a szavak, amiket mi itt elmondtunk, egyszer majd valóban be fognak épülni a honvédelmi törvénybe. Az természetesen a Honvédelmi Minisztérium jogászainak és munkatársainak én is szeretném megköszönni, hogy a 2004-es törvény nagy részét abban a formájában, ahogy az ott benne volt, ahogy ez egyébként egy megállapodás, egy nagy konszenzus része volt, beemelték a honvédelmi törvénybe. Bár azt gondolom, hogy nincs is problémánk. Problémáink inkább azokkal az új részekkel voltak, amelyek láthatóan egyfajta értékítéletet fejeznek ki, és teljesen nyilvánvalóan politikai nyomásra kerültek be a honvédelmi törvénybe. Én egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy a hadseregnek igenis szükségük van értékekre. De ezek az értékek nem jobboldali, vagy baloldali, vagy liberális értékek. Ezek állandó értékek. Itt éppen talán már szó esett arról, hogy vannak dolgok, akár Básti képviselő is, amelyek fontosak, amelyek állandóak, a becsület, a hűség, a hazaszeretet. Én azt gondolom, hogy minden esetben a honvédelmi törvényben ilyen értékeknek kell visszatükröződniük, és nem az aktuális politikai kurzus egyébként fontos, szimbolikus értékeinek. Éppen ezért, amikor a Magyar Honvédség foglalkozó, a honvédség jogállásával és feladataival foglalkozó részt olvassuk, hát itt többen kiemeltek már két olyan pontot, ami azt gondolom, hogy nagyon nehézzé teszi ennek a törvénynek az elfogadását. Az első, és én ezt már az előző honvédelmi törvény módosításakor is világossá tettem, ez a Szent Korona és a hozzátartozó egyes jelvények őrzése és védelmének kérdése, amelyet fegyveres katonai szolgálattal látnak el a katonáink. Az nyilván a vendégeink számára, akik itt vannak, és azok számára is, akik már elmentek, teljesen világos, hogy nekünk ezekkel a katonákkal, akik ezt a feladatot végzik, semmi bajunk sincsen. Ők valóban nagyon jól mutatnak, bár én azt gondolom, hogy nem az ez elsődleges szempont a Magyar Honvédség működőképessége szempontjából, hogy jól mutat egy katona. Aki ismeri a Magyar Honvédséget, az nagyon jól tudja, hogy ők általában minden egyenruhában jól mutatnak, úgyhogy ez nem érdem, hanem állapot. Sokkal fontosabb egyébként az e körül lévő filozófia. Akkor abban a őszi vitában mi elmondtuk, hogy mi nagyon rossz ötletnek tartjuk ezt egyfelől azért, mert úgy gondoljuk, hogy a Magyar Honvédség alapvető feladataihoz nem tartozhat egy olyan ügy, ahol egyébként a népképviselet házában fegyverrel vannak jelen a katonák. Ráadásul ez semmiféle új képességet nem jelent. És még csak-csak az ember megállna ezen a ponton, ám de kezembe tartok egy interjút, amelyet a miniszter úr adott, és amely interjúnak az a lényege, Huszan beszél a Honvéd koronaőrséggel, amely egy 83 fős elit alakulat, ahogy miniszter úr nevezi. Ez egy új katonai szervezet, különleges jogáslású katonai szervezet, amely a miniszter közvetlen alárendeltségében működik, de még a miniszter sem parancsolhat neki bármit. Megjegyzem, amúgy sem, de nem parancsolhat neki bármit, mert egyetlen feladatától, a Szent Korona őrzésétől és védelmétől nem vonhatja el. Ebben az értelemben önálló, mármint ez a Honvéd Koronaőrség,
Egyedül a Szent Korona körüli szolgálat az, ami mindenek felett parancsol ezeknek a katonáknak. Azt szeretném mondani, tisztelt képviselőtársaim, aki ilyen mondatokat mond, az nincs tisztában azzal, hogy mi a Magyar Honvédség feladata. És én azt gondolom, hogy azzal sincs tisztában, hogy milyen utasítási rendszer és egy aláfölé rendeltség van a Magyar Honvédségen belül. Aztán a miniszter úr folytatja és világossá teszi, hogy jogi értelemben nincs változás ugye az őszi honvédelmi törvény módosításhoz képest, ám van egy óriási szimbolikus jelentősége ennek a mostani honvédelmi törvénybeli feladat sorrendnek. Az ország szuverenitásának, területének, függetlenségének fegyveres védelmét követően második feladatként a Szent Korona védelmét és őrzését jelenti meg. Ez a két feladat egymással összefonódik, hiszen a Szent Korona jelképezi az ország függetlenségét, az alkotmányos jogokat közel 1000 éve. Aki meg ilyet mond, az meg nem tudja, hogy az alkotmányos jogokat egyébként mint jelképez. Tehát egy fél évvel ezelőtt is eléggé elutasító voltam a Szent Korona őrzésével kapcsolatosan, de ezen mondatok után azt gondolom, hogy teljes tévúton jár a honvédelmi vezetés, hogyha azt gondolja, hogy a Magyar Honvédségnek egyébként ezért kell őriznie a Szent Koronát. Szerintem nagyon jól volt úgy, ahogy eddig volt, és ezt a 83 embert egészen másfajta feladatokra is lehetne alkalmazni a Magyar Honvédségen belül. A második dolog, arról nem is beszélve, hogy nyilván ön azt fejezte ki ezzel az interjúban, és most is azt mondja, hogy a honvédség kettes számú feladata a Szent Korona, és az egyes, hozzátartozó egyes jelvények őrzése, védelme, miközben például a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése és egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása meg az utolsó, akkor ezek szerint azt jelenti, hogy ez a fegyveres és ellátandó feladatok közül az utolsó. Én szerintem tévedés ezt mondani, de ebből az interjújából ez következik. Én inkább azt gondolom, hogy ebben az interjújában, amit idéztem, egy nagyon fontos, szimbolikus ön és az ön politikai ízlésének és fontos, szimbolikus dologról kíván beszélni, de itt szeretném még egyszer hangsúlyozni, és látom, hogy bólogat, hogy a hadsereg az nem politikai ízlés kérdése. Nem politikai ízlés kérdése. A hadseregben állandó értékekre van szükség, amely se nem konzervatív, se nem baloldali, se nem liberális. Aztán a következő a Magyar Honvédség feladatai közül, a fegyverhasználati jog nélkül ellátó feladatok közül, például a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása. Én rendkívül kíváncsi vagyok, és talán miniszter úr majd mond nekem egy példát, hogy mi az a katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása, amelyet a Magyar Honvédség fegyverhasználati jog nélkül lát el. Üdvözlöm azt a pontját, ahol a katonai és hősi emlékművek fenntartásával kapcsolatok feladatok végrehajtásában, a hadisírok gondozásban, a kegyeleti tevékenységben, mint alapfeladatot határoz meg a honvédelmi tárca. Szeretném megjegyezni, hogy azért itt ne tüntesse föl senki, hogy ezt önök találták ki. Ez nem így van. Az elmúlt 20 évben, és ebben is Magyar Honvédség tábornokai, tisztjei, főtisztjei, de alacsonyabb rendfokozatú katonák is megerősítik, hogy a Magyar Honvédség ezt a feladatot végezte. Sőt, szerint személyen volt az, aki kezdeményezte, hogy jöjjön létre egy központi katonai temető, amelyet én nagyon fontosnak tartok, és miután önök ezt beemelték alapfeladatként, feltételezem, hogy nyilván a központi katonai temető fejlesztésének második ütemét meg fogják valósítani, hogyha ilyen fontosnak tartják, és én magam is nagyon fontosnak tartom ezeknek a síroknak a gondozását. Végül szintén fegyverhasználati jog nélkül látja el a honvédség a közreműködését az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában. Ezt sokan sokféleképpen kritizálták már. Én magam is azt gondolom, hogy helytelen ebbe az irányba menni. Az a hasonlat, vagy az a példa, amelyet miniszter úr hozott az Afganisztán kapcsán, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz példa. Itt talán az LMP képviselő beszélt ugye a PRT-k feladatairól. Végtelenül nem korrekt azokkal a magyar katonákkal szemben, akik Afganisztánban végzik ezt a feladatot, azt mondani, hogy ha ott ők elvégezték ezt a feladatot, akkor jöjjenek haza, és akkor csinálják itt is. Nem képviselő, én nem képviselőtársam, és nem miniszter úr. Azok a katonák, amikor ott Afganisztánban megépítenek egy utat, akkor azzal, és ezt ön is nagyon jól tudja, hozzájárulnak egyébként a
béke megteremtéséhez. Ahogyan Koszovóba, amikor a Magyar Honvédség a civil katona együttműködés keretében iskolákat támogat, akkor ezeken az iskolákon keresztül segíti egyébként az adott közösségek jobb megértését. És igen, ma már ez is a hadsereg feladata. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a katonák, hogyha hazajönnek, akkor nekik az lesz a dolguk, ahogy itt Volnár képviselő nagyon kedvesen, idézőjelben kedvesen megjegyezte, hogy ha kiterelik a munkanélkülieket, és szerintem ez a mondat, amit ön mondott, egyébként abszolút jól kifejezi az egész állami közmunkaprogramot, szóval kiterelik a népet dolgozni, akkor majd ott fognak állni a Magyar Honvédség katonái, és nyilván, hát ők túl jól tudnak irányítani, ebből az következik, hogy ők a rendőrökkel együtt, hogy fegyver nélkül majd ott igazgatják a kiterelt, még egyszer mondjuk idézőjelben, munkanélküli tanárt. Ne haragudjanak képviselőtársaimnak, arról nem is beszélve, szeretném mondani képviselőtársaimnak, hogy nyilván a mostani nyugdíjszabályok megváltoztatása következtében majd a beterelt, a rendszerbe visszaterelt, egykori, ma már nyugállományú, például az önök által kirúgott tábornokokat, ezredeseket is oda terelik, és őket, ezeket a nyugállományú, 1-2-3-4 csillagos tábornokokat, meg főtiszteken, majd a Magyar Honvédség, akár alacsonyabb rendfokozatú katonái fogják ott irányítgatni, hogy egyébként, ahogy például a közfoglalkoztatási vitánál elhangzott, akár a debreceni stadionnál végezzék az építő munkát. Hát képviselőtársaim, az ezt el tudják képzelni? Egy ország, amelyik egyébként tiszteli, szereti a katonáit, egyfelől visszatereli őket, a munkaerőpiacra, így ahogy Volner képviselő mondta, visszatereli őket, visszahajtja őket. Másfelől a Magyar Honvédség katonáinak meg ilyen feladatot szán. Én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. Azt persze szeretném mondani, hogy ha az lesz az út a nyugdíj ügyben, amit miniszter úr jelzett több médiában, hogyha a katonák kiöregednek a fegyveres szolgálatból, szerintem fogalmazhatott volna egy kicsit finomabban, átképzéssel átkerülhetnek a közszolgálatba, és akár jegyzők lehetnek egy-egy településen, ahol a habitusokból adódóan katonás rendet tudnak majd tartani. Miniszter úr, nincs annyi jegyzői hely, ahova vissza kell terelni az önök által elbocsájtott, vagy éppen a Magyar Honvédségből leszerelt katonákat, ráadásul azt hiszem, hogy az az új közszolgálati egyetem sem fog megoldást jelenteni, amelyet ön, ahogy ön elmondta, ön kezdeményezett. Másti képviselő úrnak szeretném mondani, hogy szerintem nagyon jó, hogyha van a zászlóalja a diákok számára, a leendő katonák számára, csak az a nagy probléma, és ebből a honvédelmi törvényből nyilván nem derül ki, de amúgy a híradásokból kiderül, hogy egyébként meg egyetem nem lesz mögötte, nemzetvédelmi egyetem nem lesz alatta, vagy mellette, vagy körülötte, ami ez a zászlóját segíteni. Egységes közszolgálati egyetem lesz. Óriási nagy vívmánya volt a magyar hadseregnek, a honvédelemnek, hogy volt saját nemzetvédelmi egyeteme, és hatalmas visszalépés az, hogy föláldozzák, nem is tudom minek az oltárán, mert azt gondolom, még csak nem is költségvetési indokból föláldozzák ezt az egyetemet, valaminek az oltárán. Én azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségnek megvannak a saját feladatai, amelyre a jelenlegi költségvetés sokszor nem ad lehetőséget. És igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a korábbi eszközbeszerzéseket ma nem lehet hasznosítani, mert nincsen repülési óra. De kérdezem én, hát ki a felelős ma, immáron egy éve azért, hogy legyen repülési óra a Gripennek? Hát ki a felelős ezért? Hát ne haragudjanak, egy éve önök vezetik. Ön, miniszter úr, jól mondja, ön a felelős azért, hogy legyen repülési óra, ön a felelős azért egyébként, hogy legyen megfelelő üzemanyag, megjegyzem, nem csak a Gripenben, hanem a helikopterekben is, és hogy egyébként működőképes legyen a Magyar Honvédség. Ami a védelmi bizottságok ügyét illeti, én szeretném elmondani, vagy kérdezni és felvetni, hogy azért a Honvédelmi Minisztériumon belül működött a védelmi hivatal, amely nagyon komoly tevékenységet folytatott jogszabályi előkészítésbe, együttműködésbe, éppen ezeknek a kérdéseknek
az összehangolására, legyen szó akár kritikus infrastruktúra védelemről, akár éppen ilyen katasztrófákról. Hogy mi lesz a védelmi hivatalnak a továbbiakban sorsa, azt gondolom, hogy erről a kérdésről beszélni kell. És mivel elnök úr nem csöngetett le, de úgy gondolom, hogy lejárt az időm, majd egy újabb gomnyomással kívánom folytatni a felszólalásomat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő asszony. 2 percre volna János, jobbikos képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát engedelmükkel, képviselőtársaim, én átugranám a személyemet érintő részeket Vadai Ágnes képviselőtársam szavaiból. Inkább az érdemi jellegű kifogásokra reagálnék. Először is tanúságosnak tartom a nemzet és a nemzethez való tartozás szempontjából is azt, hogy mi az, ami a szocialisták honvédelmi szakpolitikusát leginkább irritálta a honvédelmi törvény tervezetében. Hát a Szent Korona, amit ő legszívesebben elásna vagy beolvasztaná, én nem is tudom, hogy hogyan lehet talán a leghatékonyabban eltüntetni. Hát nyilvánvaló, hogy ez a tárgy irritálja a szocialistákat, valamit kellene vele kezdeni, hát ezért kellenek a katonák, hogy el ne tűnjön a parlament kukolája alól. Tehát én kifejezetten indokoltnak tartom ezentúl az őrzését, sőt, tekintettel arra, hogy itt különböző veszélyeket látok a szocialisták ténykedésében, én arra biztatom Hende miniszter urat, hogy erősítse meg az őrséget, és hívja föl a katonák figyelmét a fokozó téberségre. A másik, amit nagyon fontosnak tartanék, az, hogy amikor Vadai Ágnes